Nehéz helyzetben van az építőipar, mondja Hámori Szabolcs, építési vállalkozó. Tapasztalatai alapján az építőanyag árak olyan módon drágulnak nap mint nap, hogy szinte lehetetlen kalkulálni a költségekkel. Bármi nemű árgaranciát hosszabb távon vállalni szinte lehetetlen, mondja a vállalkozó. Gyakorlatilag árajánlatokat a kereskedőktől napi szinten párnapos érvényességgel kapunk, ezáltal az alapvető elvárható magatartási normákat is nagyon nehéz helyzetbe hozza. Egy-két napos árajánlati kötöttségi határidővel ugye mi is nehezen tudunk akár több hónapos vagy egy éves árgaranciát vállalni bármi nemű munkára. Hozzáteszem, hogy az építő anyagárak, különösen a fa, illetőleg a vas gyakorlatilag az egekben van, és hiány is van belőlük, igen nehezen beszerezhető, ha van, akkor is lényegesen drágább, sokkal drágább, mint ez korábban volt és számítható volt. Mindezáltal azt tudom mondani, aki nem készült föl kellőképpen erre a helyzetre, és az adott szerződései kapcsán nem szerezte be az ahhoz szükséges anyagokat, amiket kezelni tudott, mind anyagi, mind tárolási szinten, az most nagyon nehéz helyzetbe került. Aki fölkészült erre a helyzetre, és be tudott raktározni minden olyan szükséges alapanyagból, ami az adott beruházásaihoz szükséges, az át tudja vészelni minden bizonnyal ezt az időszakot. Aki 500 000 forint per négyzetméter alatt gondolkozik ingatlan beruházás kapcsán, annak azt tudnám mondani, hogy az nem biztos, hogy be fogja tudni fejezni ezeket. Építető fejjel próbálni gondolkozni, akkor mindenképpen azt tudnám tanácsolni, hogyha egy adott beruházáshoz minden szükséges erőforrást, illetőleg anyagot próbáljunk meg időben lekötni, beszerezni és elraktározni. Az már egy bázisként üzemelhet. Hozzáteszem, hogy nagyon nehéz minden anyagot raktározni, mivel egy építkezés során nagyon sok romlandó anyag, szavatossági időkkel rendelkező anyagok vannak jelen. De az alapvető szerkezetépítéshez szükséges, nagy tömbű, nagy mennyiségű anyagok beszerezhetősége és elérhetősége az azért valós. Ezt mindenképpen tudnám tanácsolni, hogy ezeket az anyagokat szerezzük be, és próbáljuk meg lekötni hozzá kapacitásokat is, hogyha bármiféle beruházási tervünk van az idei év, illetve a következő években. Kúja József, a Tamási székhelyű Tambau Kft. Ügyvezető igazgatója abban bízik, hogy a piac záros határidőn belül regenerálja önmagát. Helyreáll egy olyan árképzés, amelyet ugyan a túlzott kereslet, amely szerencsésnek nevezhető piaci körülmény, amelyet ugyan ez a bizonyos túlzott kereslet valóban fölhagy, de én azt gondolom, hogy bizonyos kordában tarthatóság fog jelentkezni a közeljövőben. Ami bennünket érint, és konkrétan a kérdésére válaszolva, azok az anyagok, amelyeket mi beszállítóktól vásárolunk és tovább értékesítünk, én azt gondolom, hogy ott a mi szerepünk az árfelhajtás normális keretek között tartásában viszonylag csekély. Gondolatom szerint ebben az árképzésben, csak úgy, mint a később elmondottakban is, a nem túl régmúltakhoz hasonlóan egy normál inflációs rátával tudunk szolgálni. Az általán nyáras kivitelezési szerződéseinket nem kellett még módosítani. Én abban bízom, hogy nem is kell. Vonatkozik ez az eddig megkötött szerződésekre. Ezen szerződések keretein belül mi már kivitelezési szerződésekről van szó. Megtettük a foglalásainkat, a szerződéseinket, és a beszállítóink ígérvénye, illetve szerződéses kötelemvállalása alapján azt tudjuk mondani, hogy egyelőre még meg tudunk felelni a piac elvárásainak. Gondolatom szerint a mértéktartás itt is az a célra vezető üzletpolitika, amely talán hosszú távon kifizetődő lehet. Természetesen a mértéktartás az kellő odafigyeléssel, hiszen a kereskedelmi érdekeltségeket természetesen nem tudjuk fölülbírálni, illetve hát semminek tekinteni. Én azt gondolom, hogy nyár végéig ez várhatóan így lesz, és az ősz az egy külön gazdasági folyamatok elindítását fogja jelezni. Erre vonatkozóan még igazán pontosan nem mernék, vagy nem szeretnék nyilatkozni. Én nagyon bízom abban, hogy ahogy a mondandóm elején is említettem volt, hogy a piac korrigálja önmagát, és bár a fölturbózott kereslet természetesen árfelhajtó szereppel bír, én bízom abban, hogy normalizált keretek között fogja az építőipar tartani a termelését. Az építőanyag árak körüli nehézségekre a kormányzat is reagált. A tervek szerint több intézkedés és bevezetés előtt áll hazánkban, amelyek megállítanák az építőanyag árak további emelkedését.